Köszöntöm Önöket, ez a Szertár, a Kanizsa TV sportmagazinja. Tartsanak velünk! Kicsit késve, de lezajlott a szezon idei első horgászverseny a Csónakázó tó partján. Több egyesület képviseltette magát a szakági megmérettetésen, ahol a keszeg és a ponty került a fókuszba, illetve a horogra. A legtöbb horgász mindig az időjárás appokat böngészi, hogy vajon most is érdemes elmenni. Több tényezőt vizsgálnak a horgászok egy-egy verseny előtt. Somogyi Balázzsal, a Szúnyog Horgász Egyesület tagjával beszélgettünk a tóparton az idei első versenyen, amit a Csónakázó tónál sikerült megszervezni. A part eddig sem volt néptelen, ez talán elmondható az összes zalai tóval kapcsolatban, de Kanizsán a május 30-án tartott verseny volt az idei első megmérettetés. A legtöbb versenyző az nagyon várta, itt már ugye több hónapja meg kellett volna kezdődnie, és főleg a tavaszi rész maradt ki, ugye az a legfogósabb, úgymond, horgászati szempontból, de örülünk, hogy elkezdődött, és újra belevágunk. Több egyesület képviselteti magát most itt ezen a mai versenyen. Mi a vélemény a tóról? A tó nagyon jó, nagyon gazdag a keszeg, illetve a pontyállománya. Verseny is ez a két halfaj, ami igazán dominálni fog. Hallottam már pontyfogásokról is, és a keszeg is azért viszonylag szépen megy. Reméljük, sikeres lesz. Több pecás program maradt el az utóbbi hónapokban. Erről már a szezonnyitó verseny szervezője, Szépligeti Ferenc számolt be. Ebben az évben a vírushelyzetből adódóan nem tudtunk horgászversenyeket rendezni, az egyesületi versenyek is és a szakági versenyek is ugye elmaradtak. Most jelenleg, hogy a vírushelyzet, illetve a MOSZ eljárás rend most már ezt engedélyezi, így elindultak a versenyek, megindítottuk a versenyszezont. A mai nap féder szakákban rendeztünk versenyt, 34 versenyző indult a mai napon, nyílt nevezésű versenyről beszélünk, 34 versenyző 5 szektorban méri összetudását. A tóra jellemző nagyon jó keszegállomány, ugye a versenyzők jelentős része a keszegeket célozta meg, ebből próbál megfelelő mennyiséget összeszedni, hiszen súlyra lesz értékelve a verseny, és a mezőny egy része viszont a pontyakkal próbálkozik, ezek ugye jóval nagyobb testű halak, így próbálnak versenybe kerülni, vagy versenybe maradni. A szezonnyitó verseny a féder szakágat képviselte, ami a laikusok számára talán nem biztos, hogy ismert. Nézzük, miről is van szó, illetve a versenyzők oldaláról. Mi a vélemény? A féder szakág az a versenyhorgászatnak egy fajtája. Itt ugye a féder technika, egy különálló technika, egy horgász technika alkalmazható. Az országos féder szabályzat szerint van megrendezve a mai verseny, tehát csak féder botokkal lehet horgászni, egy bottal, egy horoggal. A végszerelék tekintetében nem kötöttük meg, hogy ki miért használ, így ezért alkalmas a mai verseny is a ponty, illetve a keszegnek a horgászatára. Ettől lesz egy kicsit talán érdekesebb a verseny, hogy kicsit gondolkodni kell, hogy kinek milyen lesz a célhal, kinek lesz jó a taktika, és melyik célhal fog ma dominálni. Most ez a legelterjedtebb horgászmódszer, ugye kevesebb szerelékigénye van, és gyorsabban össze lehet készülni. Én speciál pont nem ezt a szakágat preferálom, de ez az első olyan verseny, amit a csóton zajlik, úgyhogy ebbe is elindultam. Igazából a legfontosabb az a pontosság. Kiválasztottunk egy távot, én például 30 métert, és ezt minél pontosabban meghorgászni. A keszeghorgászatnak szerintem ez a legfontosabb része. Az érintettek úgy látják, az elmúlt hónapok miatt nem szenvedett kárt a horgásztársadalom. A horgászat, mint szabadidős tevékenység, azt mondom, hogy nem sínlett meg túlságosan ezt a veszélyhelyzetet, hiszen a horgászat engedélyezve volt a karantén, illetve a szigorítások mellett is. Egyre többen tértek vissza a tóparta, hiszen a lehetőségek ugye korlátozottak, ez pedig a horgászat, mint lehetőség ugye megvolt, egyre többen választották ezt a sportot. Az egyesületeknek a létszámát, illetve a horgászjegyek számát, a kiváltott horgászjegyek számát nézzük, azt mondjuk, hogy minimum stagnál, de egy picit talán még felfele nőtt.
A szezonkezdő megmérettetést Horváth Attila nyerte 6920 grammal. A dobogón őt követte Turi Attila 5170 grammal. A bronzérmet pedig a Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület versenyzője Somogyi Balázs kapta a kifogott 4460 grammos mennyiséggel. Júniusban, júliusban és augusztusban folyamatosan lesznek versenyek a csónakázótó partján. Már több egyesület is jelezte igényét az illetékeseknél. A fiatalokat célzó horgásziskola idén elmaradt. A pótlásra sajnos nincs lehetőség, de ahogy Szépligeti Ferenc fogalmazott, a kapcsolat nem szakadt meg a felnövekvő generációval. A horgásztábor meg lesz tartva a kanizsai egyesületek szervezésében, majd augusztusban. Csak nem három hónap kiadás után újra medencében készülhetnek a fiatal kanizsai vízilabdázók. Az edzők dolga ugyanakkor az enyhítések után sem egyszerű, hiszen az uszodák továbbra is zárva vannak, és az érintkezést is kerülni kell a tréningeken. Nagy köröket írja ez, nagy köröket, teljesen itt a példezet nyugodtan. Nem csoda, ha nem túl nagy a fiatalok lelkesedése a szárazföldi gyakorlatok iránt, hiszen több mint két hónapot kellett otthon egyedül készülniük a koronavírus járvány miatt. A KVS edzői azonban a kialakult helyzetből is megpróbálták különböző online edzéstervek segítségével a maximumot kihozni. Március 12-én edzettünk utoljára, gyerekekkel pont reggel beszélgettünk, hogy hát majdnem három hónap maradt ki a vízi edzésekből. De csütörtöki nap volt, és az iskola bezárását jelentették be először. Tehát a hétvégén még ment a messenger áradat, hogy nem baj, uszoda nyitva edzések még lesznek, de aztán sajnos hétfőn bejelentették, hogy az edzéseknek is vége. Nagyon gyorsan reagáltunk erre a helyzetre. Ahogy az utolsó hétvégén elmaradtak a meccsek, a következő héttől már készültünk videókkal, hát összejöttünk edzők, és egyértelműen a fizikális felkészülésre helyeztük a hangsúlyt, és a gyerekeknek videókkal, meg különböző egyéni edzéstervekkel készültünk, hogy próbáljanak meg formában maradni, és hogy azért legyen valamilyen visszajelzés. Minden héten valamilyen felmérés összeállítottunk, amit videók formájában vissza kellett küldeni a gyerekeknek, hogy legyen visszajelzés azért, hogy amiket megírunk, illetve felveszünk videókat, azokat a gyerekekkel is végezzék. Ezek nyilván nem vízilabda specifikusak voltak, de talán most több idő volt arra, hogy mindenki valamilyen szinten pótolni tudja az elmaradását azokban a különböző erősítő gyakorlatokban, ami talán annyira nem ment neki. Úgy láttam, hogy voltak, akik nagyon lelkesek voltak, és azonnal visszaküldték a dolgokat, bár erre is próbáltunk hangsúlyt fektetni, hogy a felméréseket mindenképpen a régi edzésidőkbe tettük be, és ugye a gyerekeknek rá egy fél órára fel kellett tölteni a videókat, hogy próbáljuk ezt itt is azt a látszatát kelteni meg az otthoni edzéseknek, mint hogyha együtt lennénk. Voltak a 2-3 hosszok vannak, 5-3 hosszok 100 méterrel, mint a benn 4 hosszok. 5-100 méter gyors, 3-as levegő, megvárod Noel, amit beért az utolsó emberkel. Az enyhítéseknek köszönhetően valamelyest javult a fiatal pólósok helyzete, hiszen bizonyos létszámkorlát mellett kettől már használhatják a szabadtéri medencét, viszont a labda továbbra sem kerülhet elő. Ez a negyedik hét, amikor lehet kültéren edzeni, de nekünk ez az első hét, amikor bekerülhettünk igazából egy vizes közegbe. Előtte a mindenki sportpályán készültünk, igyekeztünk visszaszoktatni a gyerekeket, tehát rövidebb edzéseket tartottunk, nem két-két és fél óra, hanem 1 óra 15 perces edzésekkel készültünk. Nyilván mivel nem lehetett különböző kontakt a gyerekek közül, tehát még az sem, hogy focizzunk egy jót, ezért különböző koordinációs gyakorlatok, futóiskolai gyakorlatok, lépcsőzés, tehát olyan ott erősítő hatású gyakorlatok, olyan feladatokkal készültünk, hogy igyekezzünk visszarázódni a munkában, meg együtt lenni, de nyilván ez még akkor sem pótolta a vízi munkát. Hát most ez egy új helyzet, hogy itt lehetünk a strandon, és végre vízbe kerülünk, hát labda még nincsen, de végre úszhatnak a srácok, úgyhogy reméljük, hogy ez már csak jobb lesz. A 10-11 éves fiatalok vízilabda iránti lelkesedését különösen nehéz volt fenntartani az elmúlt csaknem három hónapban. Az edzéseken a távolságot továbbra is tartani kell, és a játék sem engedélyezett, de az edzők abban bíznak, hogy hamarosan újra enyhít a kormány az érintett előírásokon. Ezek a gyerekek nem azért járnak vízilabdázni, mert ő nekik mindenük a vízilabda, és
teljesen elkötelezett hívei lennének a sportágnak. Azért járnak le, mert szeretik a vizet, labdát, társaságot, szeretnek játszani. Hát ebbe a főleg első 8 hétbe a víz hiányzott, a társaság hiányzott, az edzésekbe a labdát, a játékot az ember próbálta becsempészni, de hát ez sokszor erőltetett lett, nem az igazi volt. Úgyhogy ezek az edzések nem arról szóltak, mint amikor itt az uszodában nap mint nap edzünk. Szövetségi döntés még nincs arról, hogy milyen rendszerben folytatódnak majd az utánpótlás bajnokságok. A KVSE felkészülése azonban nem áll meg, az edzők tervei között szerepel, hogy az iskolaszünet alatt is lesznek edzések és nyári táborok. Nyáron mindenképpen tartunk edzéseket, készülünk rá, hogyha olyan helyzet elő, hogy táboroztassunk, úgyhogy bár nem tudjuk, hogy hogyan lesz még a jövő évi bajnokságok, de már van arra különböző ígéretek, hogy kupákat szervez majd a szövetség, hogy ne legyen vízilabdamentes a nyár, úgyhogy próbáljuk egybetartani a társaságot és készülni a jövő évre. A legfrissebb bejelentések szerint június 20-a után nyithatnak a színházak, a mozik és a fürdők is, így jó esély mutatkozik arra, hogy a megszokott formában tarthassák meg a KVSE nyári táborait. Hosszú kényszerszünet után elkezdhették újra a közös edzést a kanizsai futóklub tagjai. Nem is akárhogy, hiszen nagy siker volt az első csótókör, több mint 45-en vettek rajta részt. Stúdiónk mai vendége Léhard Zoltán, az Egyesület alelnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kicsit térjünk vissza úgymond a vírushelyzet elejére. Nyilván nektek sem lehetett könnyű ez a talán több mint 2 hónap mozgás nélkül, komolyabb mozgás nélkül. Köszönöm a meghívást, meg köszöntöm a nézőket én is. Igen, ez egy nehéz időszak volt az életünkben, nem volt még ilyen, én úgy gondolom, sokak életében, ezért emlékezni fogunk rá jó sokáig. Nehéz időszak volt. Nehéz időszak volt, mert a mozgásban is viszonylag korlátozva voltunk, meg hát az életviteli szabadságban is korlátozva voltunk, ezt egy kicsit nehéz elviselni. Ugyanakkor talán a ti sportágatok volt az, amit a szakértők leginkább ajánlottak, még a koronavírus járvány tetőzésénél is, hogy így fogalmazzak, hiszen mindenképp kellett azért az, hogy kicsit kimozduljon az ember akár az erdőbe, akár a szabadba, nyilván egyháztartásban élőkkel. Ti hogy éltétek ezt meg? Gondolom, hogy tartottátok a kapcsolatot a tagokkal, ők futottak-e mondjuk ezekben az időkben akár egy eldugott részen itt Kanizsán belül kívül? Én azt vettem észre a környezetemben, mindenki igyekezett azért megoldani a kis mozgását, lakott területen belül, kívül, kisebb csoportokba esetleg összeverődtek, de lemondás volt a részünkről, mert ugye a nagy versenyeket, a felkészüléseket egy kicsit el kellett engedni, vagy hátrébb kellett tolni, hogy egy későbbi időszakra tudjunk összpontosítani. Pár szót a versenyekről, tudom, hogy te is indultál volna. Mik maradtak ki, miket bánsz leginkább? Hát országos hírű az Ultra Balaton, oda sokan készültünk Nagykanizsáról, illetve az egész országból, az kimarad, de úgy néz ki, hogy az ősszel meg lesz tartva. Saját versenyünk a Kanizsakaros félmaraton, azt egy-egyben elhalasztottuk, illetve lemondtunk róla, azt a jövő évben fogjuk megrendezni ugyanezzel a lendülettel. Hát kisebb versenyek a környékben azért vannak, akár a Balaton partján, vagy itt az Alamegyében, amire rendszeresen szoktunk eljárni, hát ezekre most nem tudtunk eljutni, de igyekeztünk a közösségi életet akár virtuálisan megtartani. Aki a közösségi oldalon ismerősöd, láthatta, hogy ezt az Ultra Balatont mondhatni sajátos módon, de bepótoltad. Igen, ez is a karantén gondolkodásnak az egyik jellemzője, hogy mindenki igyekszik azért saját hasznára fordítani ezt a megmaradt időt. Mindenki tudott saját magával foglalkozni. Én személy szerint az Ultra Balaton eseményének a napján egy Balaton közeli futást terveztem magamnak, és ezzel gondoltam megemlékezni, vagy megünnepelni gyakorlatilag. Pontosan hány kilométer is volt ez? Ez 80 kilométer. Azért az nem akármi, pláne úgy, hogy ahogy említettük, karanténban készültél fel rá. Ez személy szerint a te felkészülésedet bármennyire visszavetette, vagy ugyanúgy meg tudtad oldani, mintha minden rendben lett volna? Én igazából ugyanúgy tudtam készülni, tehát a futás kilométereket, edzésértéket bele tudtam tenni, ami nekem hiányzott, hogy a közösséggel és a társaimmal tudjak olyan mértékben találkozni és futni, ahogy ezt korábban. De jó néhány olyan társamat ismerek, aki készült maratonra, a félmaratonra, és ez alatt az időszak alatt vagy már lefutotta, vagy le fogja futni, és mindenképpen olyan büszkeség tölti el, mintha hivatalos versenyen érte volna el, és büszkék vagyunk rá mi is. Érdekes, amit mondasz, ha már csak azért is, ha lelkileg közelítjük meg, mert azért a futást
gyakorlatilag szokás egyéni sportákként említeni, de mégis, ahogy hallom, nagy hangsúlyt fektettek ti arra, hogy ez egy közösségi sport legyen, közösségi érzést adjon át. Igen, mert a futás nem csak egy életforma, nem csak sport, hanem egy élményforrás is. Mi a Kanizsai Futóklubbal azzal törekszünk, hogy ne csak sport része legyen meg a többi futó kollégának, hanem élményt is adjunk. Ebből az okból kezdtük el a nyári csótóköröket, és ez olyan jó sikerült, hogy gyakorlatilag évközben is megmaradtak, tehát évközben a szürke hétköznapokon is szoktunk futni a csónakázótó fele. Nyáron meg most már kimondottan várják és követelik, hogy a szokásos szerda esti 6 óra időpontban a csótó körül egy vagy két kört, vagy akinek mennyi tetszik, ezt tudjuk futni. És ha jól tudom, most az első 2020-as csótókör is nagyon jól sikerült. Így van, most szerdán volt. Kicsit esőre hajló idő volt, ezért páran azért nem tudtak eljönni, de így is szép számmal körülbelül 45-en részt vettünk az elsőn. Bízom benne, hogy még ennél magasabb létszámok is lesznek a hónapok folyamán a nyáron. Itt a beszélgetés előtt még a stúdióban ejtettünk arról pár szót, hogy próbálkoztatok több időponttal, de akkor ezek szerint idén marad a szerda időpont a csótóköröknek. Igen, mert úgy vettük észre, hogy az emberek számára a stabilitás az fontos, tehát kiszámíthatóan szerda este 6 óra az csótókör, ezzel mindenki tud kalkulálni, ott leszünk a csótónál, szívesen látunk mindenkit, aki esetleg nem akar futni, csak mozogni, sétálni, bringázni körülöttünk, őt is szívesen látjuk, jönnek kutyások, kutyát sétáltatni, tehát az a lényeg, hogy a mozgás meg legyen heti rendszerességgel. Szerencsére most már több sportág képviselőjével interjúzhatunk, és bizony azért vannak olyan visszajelzések, hogy több sportoló megsínylette a karantént, mert hát nyilván, most akár említettem a vízilabdát, ők nem tudtak vízbe készülni, csak tényleg online edzéstervel. Nálatok volt esetleg ilyen, akinek tényleg visszavetette teljesítményével ez az elmúlt két hónap? Hát biztos azért akadt azért olyan, aki kicsit elengedte most ezt az időszakot, vagy azért, hogy megpihenjen, vagy mert nem volt éppen motivációja. De én úgy gondolom, hogy a többség azért megtalálta a futási lehetőséget. És hogyan tovább? Ugye szabadtéri rendezvényeket már egyre inkább lehet tartani, és hát ahogy említettem, a futásra mindig is nagy hangsúlyt fektettek az operatív törzs tagjai is, pártolták. Lesznek-e még versenyek idén? Versenyt mi nem szervezünk már az idén, de közösségi programot, aminek legfőbb eleme ugye a futás, azt mindenképpen. Mi igyekszünk ezeket a programokat úgy kialakítani, hogy a futáson kívül különböző élményeket is adjon, tehát vagy olyan terepen visszük, vagy olyan napszakban, tehát legyen éjszakai futás, ezeket továbbra is szeretnénk megtartani, gondolkozunk, hogy melyiket, mikor és hogyan tudjuk megszervezni. Hát az év eddigi részében ezeket azért el kellett engedni, tehát a locsolófutás, meg egyéb húsvéti ünnepekhez kötődő futásokat elengedtük, de hát bízunk benne, hogy az év hátra lévő részében minden olyan szokásos futást, amit szoktunk, azt meg fogjuk tudni tartani, illetve igyekszünk azért minden évben újdonsággal is fellépni, tehát gondolkozunk új futásokon is. Mi lehet a legelső ilyen közösségi rendezvény, nyilván leszámítva a csótóköröket? Hát most gondolkozunk egy Szent Ivánéi futáson, valahol itt a csónakázótó környékén, vagy valahol a szabadban, ami egy esti futás lenne, hogy hangulatos legyen. Tervezünk hullócsillagfutást, tervezünk visszajövőbe futást, amíg az óra átállítás is meg lesz. Tökös futás, ami ugye a Halloweenhez kötődik, meg a karácsonyi futás, ami évvégéhez. Ezek a biztos pontok, aztán ezen kívül még, ami sikerül, akár Szőlőhegyen, akár a csónakázótó környékén igyekszünk. Végül még arról ejtsünk pár szót, hogy hangsúlyozok ki, ez közösségi program, tehát nem kell azt gondolni, hogy csak azok vehetnek részt, akik komoly sportolói múlttal rendelkeznek. Így van, tehát elsődleges célja a példamutatás, hogy lássa a Nagykanizsa és környéke lakossága, hogy a sport és a mozgás az fontos az életünkben. Ezért igyekszünk példát mutatni, hogy megyünk, futunk, mozgunk, ezért is hangsúlyoztam, hogy nem csak a futásról szól, hiába csak futóklubról beszélünk, hanem minden nemű mozgás, ami hozzá köthető, szívesen látunk bárkit, akit érdekel. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Ennyi volt már a Szertár új műsorral, két hét múlva várjuk majd Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, sportos, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!